a televízió, a gyermekbénulási elleni védőoltás, a fénymásológép, a kontaktlencse és a fogamzásgátló tablett előtt születtem. Még nem volt radar, hitelkártya, lézersugár és pengekorcsolya. Még nem találták fel a légkondicionálót, a mosogatógépet, a szárítógépet, hát tudod, a ruhát úgy egyszerűen csak kitették száradni a friss levegőre. Az ember még nem lépett a holdra, és nem léteztek sugárhajtású utasszállító repülőgépek. Nagyanyád és én összeházasodtunk, és azután együtt éltünk, és minden családban volt anyuka és apuka. Én a számítógép és a kétszakos egyetemi képzés és a csontterápia előtt születtem. Az emberek nem analizáltatták magukat, legfeljebb, amikor az orvos vér vagy vizelekvizsgálatra küldte őket. 25 éves koromig minden rendőrt és férfit uramnak szólítottam. Minden nőt pedig asszonyomnak vagy kisasszonynak. Párjuk a galamboknak és a nyulaknak volt, nem az embereknek. Az én időmben egy hölgy felszállt az autóbuszra vagy villamosra, a gyerekek és a fiatalok mindenki másnál hamarabb álltak fel, hogy átadják nekik a helyüket. De ha állapotos volt, a helyére kísérték, és ha kellett, megváltották a jegyét, és odavitték neki. A nő elsőként lépett ki a liftből, alátolták a széket, hogy leülhessen. Egy férfi sohasem üdvözölt úgy egy nőt, hogy ne állt volna fel, ha éppen ült, kinyitott előtte az autó vagy bármi más ajtaját, és a férfi segített neki levenni a kabátját. Hát az én időmben a szüzesség nem okozott rákot, és a családi erény bizonyítéka volt a lány tisztasága a fészfármára. A mi életünket a 10 parancsolat, a józanész, és az idősebbek és az érvényes törvények tisztelete szabályozta. Bennünket megtanítottak arra, hogy különbséget tegyünk jó és rossz között, és hogy felelősek vagyunk tetteinkért és annak következményeiért. A komoly kapcsolat nálunk azt jelentette, hogy jobban voltunk az unokatestvérekkel és a barátokkal. Ismeretlen volt a vezeték nélküli telefon, hát a mobiltelefonról már ne is beszélünk. Sosem hallottunk sztereózenéről, URH rádióról, kazettáról, CD-ről, DVD-ről, elektromos írógépről, számológépről, hát semmilyen ilyen adathordozókról. A notebook nálunk még jegyzetfüzet volt. Az órákat naponként felhúzták. Semmi digitális nem létezett, sem órák, sem világítószámos kijelzők a háztartási gépeket. Gépeknél tartva, hát nem voltak pénzkiadó automaták, se mikrohullámú sütő, se ébresztős rádió, hogy videomagnóról és videokameráról már ne is beszéljünk. Nem léteztek azonnal előre hívott színes fényképek. Csak fekete-fehér képek voltak. Előhívásuk több mint 3 napig tartott. Színes képek nem is léteztek. Nem hallottunk McDonald's-ról, se az instant kávéról, sem a mesterséges édesítőkről. Hát az én időmben a fű olyasmit jelentett, amit nyírtak, nem szíttak. Mi voltunk az utolsó nemzedék, amely azt hitte, hogy egy asszonynak félre van szüksége ahhoz, hogy gyereke legyen. És na most mondd, kis unokám, szerinted én hány éves vagyok? Fú, nagyapa, biztos, hogy több mint 200. Nem kedvesem, csak 70. Én azt gondolom, hogy ez a kis tanmese úgy átfogóan minden megmutat nekünk, néhány évtized táblatában, hogy honnan indultunk, és hova tartunk. És ha engem kérdeznek, ez számomra rémisztő. Rémisztő ez a felgyorsult világ, mert éppen az elhangzottakban ez az elektronikus világ, ez egy rendkívül módon veszélyesen felgyorsítja az életünket. És csak egyetlen példát mondok. Ma min köszöntenek a fiatalok névnaphoz születésnapot? Interneten. Ma már arra sem veszük a fáradtságot, hogy a telefont felemeljük, nemhogy arról, hogy személyes kapcsolatokat tartsunk. Óriási veszélybe kerültek a személyes kapcsolatok.
És miből sem látszik jobban, hogy ma már hány idős ember kerül be akár kórházba, hogy nincs az, aki meglátogassa, nem néznek rá. És én azt gondolom, hogy nem ilyen világot szeretnénk magunknak. Ma akik önök, akik még az utolsó generáció azoknak, akikről az előbb beszéltem, hogy tanúi lehettek az elhangzottaknak. De mindig egy kis kérdés az agyamba megjelenik, hogy mi lesz a következő generációkkal. Akiket, ha őszintén akarunk lenni, még a munkáról is sikerült már leszoktatni a társadalomnak. Sikerül leszoktatni, és egyre inkább afelé haladunk az öngondoskodásról. Aki öngondoskodásra nem képes, az mégsem lesz képes az idősekről való gondoskodásról. Én azt szoktam mondani, hogy hiába szervez a szociális gondoskodás otthonokat az idős embereknek, én azt gondolom, hogy egy idős ember, akinek gyermeke, unokái van, az mindenképpen meg kell, hogy érdemelje, hogy idősnapjaiba támasza is legyen. Mert én azt gondolom, pénzzel nagyon sok mindent el lehet élni. Egyetlen egy dolgot nem lehet, a szeretetet és a gondoskodást. Én úgy gondolom, hogy vannak olyan dolgok, ami fölül kell, hogy írjon mindent az életünkben. És ez az, ami még a legeslegfontosabb, az egészség. Sokszor nem is tudjuk, hogy az életünk igazából ajándék. És az életünk akkor igazán tartalmas, ha ajándékba kapott életünk, ajándék mások számára is. Mert csak igazából az életünket tartalmasan így élhetjük le. Ennek bizonyítéka, hogy önök ma itt vannak. Mert ajándék, hogy vannak egymásnak, hogy közösségekben léteznek, aminek óriási ereje van. Ha önök betegek, van, aki megkérdezze, hogy miért nem jött el a foglalkozásra, mi van vele, és még meg is látogatják egymást. Én úgy gondolom, hogy ez ma a legnagyobb ajándék az életünkben, ha ilyen emberekkel veszük körbe magunkat. Kívánok önöknek nyilván a mai naphoz nagyon jó szórakozást, de mindenek előtt családjaik körében eltöltött hosszú boldog életre, ez és nagyon jó egészséget kívánok önöknek családjaikkal, szeretteikkel együtt. És engedjék meg, hogy nagyon nagy tisztelettel megköszönjem Pirikéjéknek ezt a mai napi rendezvényt, hiszen úgy gondolom, hogy néhány órát eltölthetünk együtt, hogy egymásnak örüljünk. Akik ma önök kiállnak a színpadra, én a Városi Nyári Színház tagja vagyok, és szoktam gyakorolni, én is kiállok gyakorta köztük. Én azt gondolom, hogy pontosan tudom, hogy mi az, hogy izgalom, mielőtt fölmegyünk, de azt is tudom, hogy az a képeltes taps mindennél többet ér.